Az ökölvívástól a thaiboxon keresztül a karatéig számtalan sportágból kaphattak ízelítőt az érdeklődők a Continental Arena küzdőterén. A szervezők azzal a céllal hívták életre a rendezvényt, hogy kedvet csináljanak a fiataloknak és a nem csak fiataloknak a küzdősportokhoz, és eloszlassák a keményebb sportágakkal szemben esetleg meglévő előítéleteket. Az érdeklődést látva elégedettek lehettek a házigazdák. Mi is nagyon kíváncsian vártuk, ugye, hogy első megrendezés alkalmával mit fogunk tapasztalni. A klubok részéről és a sportágak részéről is nagyon pozitív volt a hozzáállás, ugye itt a megjelenésen is lehet látni. Igen, természetesen, hogy minél jobban szeretnénk a fiatalokat a telefonok mellől elcsábítva ugye a küzdősport irányába terelni, és a szülőket meggyőzni arról, hogy hozzák a gyerekeket, mert nem veszélyes ez a sportág, itt láthatják élőben. A sportért felelős államtitkár szerint fontos, hogy minél több gyerek kapjon kedvet a sportoláshoz, és ebben sokat segítenek a hasonló rendezvények. Nagyon sokan vannak, nagyon sok szülő jött el, beszélgettem itt a szülőkkel, nagyszülőkkel, hogy azért jöttek el, hogy igenis közelebb hozzák a gyerekeket a sporthoz, hiszen mindenki érzékeli azt a rohanó világunkba, hogy a sportnak milyen értéke van. Én mindig azt hangsúlyozom, hogy egyetlen egy olyan eszközünk van a kezünkben, amelyel meg tudjuk tartani az egészségünket, ehhez viszont sportolni kell. Ehhez mi mindig azt mondjuk, hogy minden gyermek sportoljon, legyenek létesítményeink hozzá, és hogyha ez a kettő megvan, már pedig vannak gyermekek, vannak létesítményeink, akkor hozzunk olyan eseményeket, amelyek tényleg lehetőséget biztosítunk a gyerekeknek arra, hogy kipróbáljanak bármilyen sportágat. Sportágválasztók szoktak lenni, de külön küzdő sportágak választója nem, úgyhogy tényleg egyedülálló ez a kezdeményezés, nagyon nagy igény van rá. Miló András a Tai Chi Boxing Egyesületben 25 éve foglalkozik küzdő sportokkal. Mint elmondta, a harcművészetek között minden korosztály megtalálhatja számára a legideálisabb mozgásformát. Nagyon jó kezdeményezés volt ez a rendezőktől. Láthatóan nagyon sok szülő eljött, nagyon sok gyereket érdekel. Itt válogathatnak, hogy mindenki a habitusának megfelelőt, mert van, aki egy keményebb lelki világú, akinek egy full bunyó kell, van, aki egy szolidabb, van, aki egyáltalán nem akar csak szép egy tájsimogást, egy kis légzőgyakorlatot, egy kis bármit úgy csinálni. És vannak olyan egyesületek, mint hogy többek között a miénk is, ahol egész család jöhet együtt. Tehát papa, mama, gyerek, nagyszülő, mindenkinek tudunk munkát adni az egyesületbe. A rendezők elmondták, hogy biztosak a folytatásban, és a megjelent egyesületek is elégedettek lehettek, mivel sokaknak sikerült kedvet csinálni a küzdősportok valamelyikének kipróbálásához.